Az alsó mocsoládi vegyesboltban a héten naponta 10 évet változtak az árak, de a helybéliek csak annyit vásárolhattak a 3 forintos kenyérből és a 4 forintos tejből, amennyire szükségük volt. Napi áremelés után érték el a mai árakat. A bolt napi 30-40 ezer forintos veszteségét az önkormányzat állta. Én ezt otthon elolvastam, hogy 5-ször ezt a hírt, és azon gondolkodtam, hogy ez nagyon rendben van, biztos lehet fűteni az embereket így. Hétfőn 3,60-ig kapod a kenyeret, délután már 10 forinték. De azon gondolkodtam, hogy vajon hétfőn ugyanazt a bért kapta el, mint 66-ban, hogy kedden ugyanúgy várt-e 4 évet a Trabantra 2 órán keresztül, mint annak idején. Szerdán mitén várt-e 3 évet arra, hogy újra mehessen Ausztriába. Szóval én azt nem szeretem, amikor a nosztalgia, meg ez a múltszépítés ilyen felezi az élményeket, tudod? És akkor el van felejtve az a része, amelyikről egyébként méltán lehet elfeledkezni, de akkor tessék azt is bevallani legalább utólag hozzá. Juti, gyorsan egy rövid tesz, kiírtam az árakat, nem tudom, ja. Kiírtam. Mennyi adták az 50, tehát hétfőn voltak az 50-es, 60-as évek. Nem is élt még akkor. Kérdezd az öregeket. Éltem, de még nem tudtam beszélni. Kérdezd a pelenkára. 60-as években nem küldtek le tenyér... De lehet, hogy leküldtek, csak nem mentem. Na mondjad! Ha hülye vagyok, a tejet meg a kenyeret együtt akartam mondani, és tenyérjél, azt mondtam. 70-es évek, tejkenyér, hány forint? A kenyér... Kettő valamennyi volt. Én csak az alsó mocsoládi állat... De hogy sokkal több volt. 70-es években már? 8 forint. Nem, 10-15. Jó, 10. Soha nem vált. Alsó mocsoládon 10 volt, 80-as évek, csütörtök. Az már várjál, a 80-as években még nem volt olyan sok, szerintem egy olyan 15-20 forint volt. 50. 50? Igen. És, hát ez attól... az olajárombanás után? Igen, igen. Az más. És a 90... Kivédted? És pénteken jöttek el a 90-es évek. Hát ott már 180. 90. 100. 100. Na, gratulálok, nagyon jó. Igen. Én olyan régen nősültem, hogy én nem vásárolok már 70 éve, úgyhogy... Fogalmam. Én arra emlékszem, hogy az 50-es években 1 forint volt a forró lángos. Mennyibe került? Arra ki emlékszik erre? Senki nem emlékszik. Nem, 56-ban volt kiírva az egy forint a forró lángos, 1 forint a meleg lángos levasszalva. Nyalt ki seggem. Kádár János. Ne arra gondolom, az égen, ide hoztam egy társadalom tudós, és itt rágálkodik nála. Ez nem olvasni nagycsoportosok, ki volt festve éjszaka, mindig kifestették. Azt mondjátok, mennyibe került az első televízió? És Karocsán is 1 forint volt, mert a Marosánnal is ugyanez volt a probléma. Attól függ, milyen Kékes, Munkácsi, Bencz úr, melyiket? Átlag. 3 és 5000 között a Bencz úr volt a legjobb, az 5000 forint volt. A Duna TV volt 5900, az elérhetetlen állam volt, anyámnak volt 800 forintos fizetés, azt mondta, hogy este akarja nézni a műkocsit, és este összehozott 5900 forintot. Ez hogy? Egy, nem tudom, mai napig. Ez a titok az 50-es években. Az egyébként egy borzasztó időszak volt, mert ugye mondjuk egy házból volt egy embernek egy televíziója, és ilyenkor az egész hát a 200-an Sámlival ment. Korakádár is a való világ. Én a Korda Gyuri nagynényeinél, Ilonkánál és a Rózsikánál néztem a Földön a televíziót, és mindig kaptam hideg körtét. Frigiderjük volt. Frigiderjük abba volt. Tartották a tévét. És a körtét. Oda jártam Korda Gyuriékhoz, és de a Korda Gyurit is kellett nézni, táncra a fesztivál. Nincs az a kő. Azt tudják-e vajon a... Szörnyű gyerekkor. A fiaink. Én nagyon szeretem. Én már mindent értek, egy rohadt szót nem szólok ezután erről. A fiaink... nem, nagyon kedveltem őt. Korda Györgyi? Igen, és ma is kedvelem, igen. Ki tudja? Nézd, hát... Te biztos szereted a Fritz Tamás, mert kollégád. Nekem meg a... Igen, Korda. De az legalább nem énekel. Bár... Néha inkább énekelne. Igen. A gyerekeik ismerik-e azt a szót, hogy színre váló? Mire? Színre váló. Autónál, hogy? Színre váló. Jaj, igen, tényleg. Mert akkor nem 8 év alatt kerültél sorra, hanem 12, ugye? Igen. Mert nem volt neked jó a Billy Kék Trabant, hanem akartál, mit tudom én bele. Találkoztam egyszer, kint egy színházi tűzoltóban civilben volt, azt mondta, művész úr, olyan rendesek, hogy kaptam 4000 forintért még szerszámkészletet is. Mert hogy az járt, akkor csak eladták a VA-jének. Itt ugye, amikor
Szóval az első nyugati autóm volt, és kinyitottam hátra, mondom, szerszámkészlet, mondom, rögtön éreztem, hogy át fognak venni. Azt mondták, ehhez az autóhoz nem kell. Apám már 50 éves volt, amikor megtanult vezetni, és az első kocsi egy Trabant volt. Első útjainak egyike Szolnokon játszott, jöttünk haza, nagyon tüstig ember volt, ő szerelte mindent, ő tisztította azt a Trabantot, mit kellett azon tisztítani, mert mindent tisztította. Mentünk, és egyszer csak elütöttünk egy nyulat. Apám megállt, szívéhez kapott, az életében még soha állatot nem ölt meg. Elindultunk újra, borzasztó, annak a nyúlnak családja van biztos, és a nyúl, és ott hagytuk a tetemét, és nem földeltük el, és megöltem a nyulat, és ez így ment egészen a benzinkútig, kiszállt, és a nyúl, ahogy megdöglött, a sárhányot egy picit behorpasztotta. Hogy dögölt volna meg a nyúl összes földelője, ahány nyúl van a világon! Rögtön kiújt belőle a humanista állatbarát. Annyira veremes. Igen. Rögtön. Meglátta a kis horpanást. Minden idők nyulai dögöljenek. Kedves nézőink, az európai csatlakozás napján régi szocializmusban maradt történeteinkkel szórakoztatjuk önöket. Azért nem belekezdtem a miért tartás véget. Az lehetne az azok a boldog balkáni évek, nem? Hát ez az, az a becsüljétek meg magatokat, mert különben így jártok, mint mi. Ne, az, a, csak a zsigulit szóba hoztam, tehát nem működött az ajtaja, és vittem a szervizbe, és mondtam, hogy nem lehet becsukni az ajtót. Azt mondja, ezt, és ilyen 180 km-es sebesség így bebaszta az ajtót. Jaj, komolyan mondom, hát ez nagyon Európa nevében kérek elnézést.